Üdvözlök mindenkit, nekrokrim vagyok, jöjjön egy újabb fegyveres videó, ó, mi bele, igen, most sem fegyveres videókat is. Hát megszokhattátok, nincs sok fegyveres videó, és tényleg őszintén úgy gondolom, hogy nincs nagyon értelme róluk videót csinálni. A fegyverekben megvannak a kötelező modok, plusz rányomsz egy kis elementál modot, és gyakorlatilag el van intézve. Ám hogyha van egy fegyver, ami egy bizonyos szempontból különleges tud lenni, akkor azt szeretem megosztani veletek legalábbis a tapasztalataimat hosszú-hosszú tesztelések után. Na most a zarról úgy gondolom egy olyan fegyver. Mi a zar? A vorvidinnel bejött kis fegyvereske a marketbe, be, marketbe bepötyögitek, hogy zar, és boldogan kiveszitek, és legyártjátok, és megdöbbentek rajta, hogy mennyire egy fan fegyver először is, tök jó móka használni, eh, hogy tök jó, hogy kettőfajta tüzelési módja van, és az egyik tök jó, mert nem ölöd meg magad vele, tehát ha közelre kell lőni valakit, akkor tök jó, hogy nem ölöd meg magad vele, amúgy tök hasznavetetlen, a másik pedig a tonkorszerű eh, kis kézi ágyú, amivel simán ledarálod saját magadat vele. De nem ezért móka használni, hanem azért, mert az a, az a golyó, amit kilő 500 felé robban, az fantasztikus. És hogyha mindezt egy, egy mirás kezébe adod, az, az egyszerűen még fantasztikusabbá teszi az egészet. Szóval uh, Tényleg egy ilyen tiszta móka tud lenni, és, és egy friss üde szellőt hoz a Warframe már-már unalmasnak ható fegyvereibe, amit az elmúlt időszakban kihozott a zar, az tényleg egy olyan, hogy, hogy egy kicsit felfrissíti a vérvonalat. És hát ugye szólva révén, hogy egy ilyen aknavető mozsárágyú, kéziágyú című történés ez a, ez a, ez a kis nem tudom minek hívjam, robbantó izé. Ugye hasonlít a tonkorra, így aztán felteszik maguknak a játékosok a kérdést, hogy erősebbe, mint a tonkor. Na most a, ezt, a, ezt a részét azt hiszem, zárjuk le gyorsan. Őszintén én nem számoltam után nem matekoztam utána. Tudjátok miért? Mert ezzel az ágyúval kilősz egyet, és 600 felé robban, és kiír, kiír 5 millió fajta számot. Na most, hogyha ezeket összeadjuk akkor lehet, hogy kiteszi a Tonkor damage de majdnem biztos, hogy nem. Mert a tonkornak, Tonkor egyelőnyel bír a hatalmas kritikus eséllyel, amit ha felszorzol egy argoszkoppal és pointstrike-kal, akkor olyan piros kriteket kapsz, hogy mindenki elszégyelli magát a bolygón. Nos, viszont a Zar az képes kihozni ugyanazt a nagy mennyiségű euh, damage nem beszélve a nagyon-nagyon hatékony tömegszabályozásáról is. Tehát ahol a, a tonkora kicsit hiányzik, euh, mondjuk ugye tömegszabályozás terén, ott a zar jobban rádolgoz a damage hiányára nem sok köztük a különbség, tehát nem kell megijedni, érted? Az kicsit tonkorod még megmarad, de viszont add meg azt az esélyt ennek a fegyvernek, hogy bebúzítsa, hogy még akár jobb is tud lenni a, a tonkornál, főleg, hogyha nagyon magas küldetésekre kerül a sor. Jó, nem osztja ki olyan szinten a népet, mint a tonkor, viszont az a 200 pluszos uh, enemiknél lehet, hogy az a Erősebb többek szabályozó képessége jobban jön, mint az, ami a tonkornál van. Ezt láthatjátok így folyamatosan a videóban, igazából egy ilyen ültem a szimulakrumba órákon keresztül és lövöldöztem a zenemit, és próbáltam kidolgozni azt a bizonyos megfelelő modulást rá, és arra jöttem rá, hogy zarnak több arca van, mehetsz vele full erőre, vagy full crowd controlra, vagyis full tömegszabályozásra. Rámész full előre, full tömegszabályozásra. Valamikor régen csináltam egy videót, amiben beszéltem a leghatékonyabb ö, sebzésről a Warframe-ben, és mondtam, hogy úgy gondolom, hogy az egyik leghatékonyabb sebzésfajta a Warframe-re az a corrosive blast kombinációja, azért mert általános, általánosan véve a Warframe világán belül a legtöbb enemi a korrozívre, illetve a blastre érzékeny valamilyen ö, formájában. Továbbá ugye, hogyha kicsit szabályozni akarjuk a tömeget, akkor radiation damage-et érdemes berakni. Na most, a zarnak a kettős arca az ott van, hogy elviheted drágámat, radiation damage-el elvérted korrozívval, uh, vagy hogyha nagyon specializálódni akarsz, mondjuk egy korpusz, vagy egy infested-el valami, akkor magnetikot viszel. Igen, infested, magnetik. Akár hiszed, akár nem. Nos, um, és, és elmehetsz egy ilyen full damage-es korrozív blast vagy elmehetsz egy radiation viral-el című történet, és akkor full tömegszabályozás leszel, plusz egy ilyetetlen uh, damage -el. Na most, a zarból ki lehet hozni sokkal több damage is, számokban ki lehet hozni sokkal több damage is, de fölösleges neki. Viszont ami fölösleges azért, mert sok kicsi szám robban, sok kicsi damage csinál, együtt összeadva a sok damage lesz gyakorlatilag. De ami viszont ö, kötelező dolog nála, az úgy gondolom, hogy az a point strike és az argoszkóp. Tudom, csak 15%-os kritikus esélye. Rak bele a point strike, hogy rak bele az argoszkópot, hogy ezt fölemelhessd plusz-plusz, 60 ra százalékra, hogy mindig legyen kritikusod, és látjátok, beletettem a hammer shotot, amiről úgy gondolom, hogy megint csak egy kötelező mód bele, hogy megemeljem egy kicsit a státuszt, mert státusz fegyverről van szó, és megemeljem neki a, um, a critical multiplier-ét is, ami ugye azért felelős, hogy minél nagyobb szorzó, minél nagyobb damage-et adjon ki. Ha beüt a kritikus esély, az felszorzódik a multiplier és nagyobb lesz a damage szám, amit kiír ez a három mod úgy gondolom ennél a fegyvernél egy nagyon jó alapot ad neki. Nos, srácok, ti hogy modoltátok ki ezt a csoda fegyvert? Nálom az új szív kedvenc, és, és egy hála Istenek jött végre valami üde dolog, ami, ami egy kicsit letaszította a tonkort a trollról, hogyha arról van szó, hogy magas szintekre megyünk. Egy kicsit vigyázni kell vele, nehogy ledarált saját magadat, de hát ez van, néha megesik, nem? És gyakorlatilag egy nagyon-nagyon pofás fegyvert kaptunk, ami szórakoztató abban abban az esetben, ahogy játszol vele, a játék, a folyamatai, az újra töltés, meg, ez, meg egy kettőnél több golyó van benne, 500 féle módolás lehet csinálni erre a fegyvere, ez csak egy, egy meglátás, amit én most szerettem volna megosztani veletek, úgyhogy hát ja, srácok, ez, ez lett volna. Ti hogy modoltátok? Hogy tetszik ez a fegyver? Mit szóltok hozzá? Próbáljátok ki ezt is, írjátok le véleményeteket. Köszönöm a figyelmet a következő Warframe videóig. Sziasztok!